Levente! Mi van? Hagyjál már! Takarodjál főzni! Hagyjál már békét! Te csöves bánat! Honnan származik ez a hülyeség, hogy csöves bánat? Fejedre vigyázz! Mit akarsz? Mennyit akarodjál főzni, ha már anyád megbízott vele és nem bízta? Miért rád bízta? Miért nem rám bízta? Én jobban tudok főzni, mint te. Jó, mindjárt jövök, várjál. Na most ennyi? Nem. Hozok valamit. Ja, én akkor addig ezt meg beviszem. Én bemegyek. Jaj. Ezt így sose értettem. Mármint, hogy minek itt kint elindítani egy filmet, vágatlan filmről van szó ráadásul. Macska! Cica! Mücsi! Átugrott? Ott vagy. Jó van. Bejárkálnak kajálni. Hű, te, én azt tudom, hogy hova tegyem így hirtelen a kamerát. Meg fény is kell. Az a szerencsétlenség ért bennünket. Hogy Leventinek kell ma főznie. Hát igen, te vállaltad el. Egyébként én sokkal szívesebben főztem volna. Akkor főznél te? Nem, most már biztos, hogy nem főzök. Meg főleg nem így. Mondtam neked, hogy nekem ez nem stimmel, hogy... Várjál, tehát csak be kell állítani valamit, basszus. Jó, legalább te benne vagy. Látod? Ez például. Anyád azt mondja, hogy spagetti. Jó, rendben, mondom neki, hogy itt van egy csomó paradicsom. Lehet ezt így látni. Én rendes paradicsomból szeretem csinálni. Így. Van paradicsom, csomó. De sose csinálsz spagetti. Hát, persze. Azt mondja, hogy rendes paradicsomból szeretem csinálni. Mert? De életedben nem nyúltál. Nincsenek hozzávalók. Mert anyád, mit csinál? Paradicsom lét vesz, ilyen literes, ráadásul a spagetti, ahogy én szeretem. Én szeretem a spagetti tésztát, de mondjuk normális tésztát nem lehet kapni a környéken. Akkor mennyit tudjál hagynál? De mit csinál? Pörkölt tésztát vesz. Érted? Persze, hogy nem állom is spagettit csinálni. Na várjál, mert közben én nekem ezt be kell dugni. A 220-at, egy kicsit. Meg megígértem magamnak, hogy megiszok egy sört. Én is? De? Te kevát iszol. Aha. Tudod, a sör felénk az ilyen védett dolog. Meghalom, hogy lenyugszol. Én mindig nyugodt vagyok, látod. Ő tiszta nyúlszőr a kezem. Nyúlszar. Az is, most takarítottam nála. Na már, na végre, oké. Okay. Na, főzzél. Tessék, főzzél. Na. Ezeket a koszos tányérokat innen el kell takarítani. Mert... Most akarsz neki mosogatni? Nem. Hát akkor... Hát kell fokhagymát, meg hagymát. Eleve nincs is hagyma itthon, érted? Nincs itthon hagyma? Nincs. Fokhagyma az van, egy fej. Hát akkor nem csinálok közét. Akkor miből csinálják? Nincs itthon hozzávaló. Ugye? Én ezért nem állok neki így. Tehát, hogyha én... Ez minden, csak nem spagetti. Jó, hát ott van egy negyed hagyma, fokhagyma, figyelj! Van itt negyed hagyma? Na, az már... Fő, hát az aztán én minimum három fejjel szoktam neki indulni. Jó, mert te nem eszel más a spagettiből, csak a hagymát. Az meg mennyi hús? Fél kiló? 5,40 per egy. Persze, az az ára. Az van ráírva. Na. És fogadjunk, hogy az összes sörbontó ott van kint nálad. Adjál meg. Nem mondom meg. Biztos vagyok benne. És a katonai sörbontom hol van? Na, itt a vágódeszkám. Hol van? Akkor... Vágsz hagymát. Adjál már békén, nem látod, hogy sörözök? Azt a rohadt élet. Meddig tart neked hagymát? Addig, ameddig én megtanálom a kevát.
Pucúd a... Húzd kijebb az asztalt! Ez a szar ebben a lágatlan filmek. Hát ne arra te! Az például a lakás fele van, nem kijebb. Erre felém jelenti a kijebb. Hát hogy be tudják oda ülni, mert itt tudják itt hátra a kamerának, mi? Mennyire vagy ezért? Most meg hol menjél el, értem én. Ezt a rendezkedést, érted? És itt felborul a kancsó, rohadt élet nekem, ámen. Nyitva hagy. Hagyj nyitva az ablakod! Úristen! Majd mindjárt, hogyha már beértoltam az asztalt, tessék! Eleve! Úgy eleve kezdeni, releváns. Eleve úgy kell, kezet mosok, menj nyugasztan. Ez kazaszt. Na! Hol van a késem? Nem! Add majd a sörömet! Hát ez... Ha akkor gyorsan ő... Bele is köpök, bazd meg. Ott a kevár, nyomjad azt. Jó, de meg akkor vágd már azt a retekről már. Tenyél alá szalonnát, alap. Milyen szalonna? Mióta raknak neked a spagettibe szalonnát? Hagyjál engem békén. Hülyeségeim. Normál is vagy? A zsír? Mert ugye mi nem használunk étolajat. Kérlek szépen a zsír. Nem kell, akkor rakjuk bele. A zsír alapanyaga. De akkor sem szalonnát teszek bele, hanem ha már van itt a zsír, akkor rakjuk bele a zsír. És de van itt pirított szalonna, apróra kockázott pirított szalonna, érted? Az is azt meg a túrós tésztába szoktak tenni, nem a spagettibe. Én minden alá, még a mákos tésztába alá is bazd meg. Ezért azt sem spagetti. Dobd a hűtőbe, te buzi. Azt sem spagetti, amit te csinálsz, hát nem raknak a spagettibe szalonnát. Hát te vagy nem, aludra. Akkor most én teszek bele egy kicsit sört, rohadt tésztába. Zsiradék képződik belőle. Akkor legalább paradicsomot tennél bele, érted? Ott a paradicsom. Csináljál belőle pürét. Na? Nem fogok. Nem pürét kell belőle, hanem, hogy mondjam, egy... Hogy mondjam, nem is tudom én se igazából, de mindegy, nem azt mondom. Ugye elmagyarázom neked, csak fogd be a pofád. Aha. Ebből aztán lesz kaja. Lesz. Egy negyed hagyma. Egyébként meg tudod, mennyi eszünk van. Amennyi látszik. Nem. Lementünk sört venni, meg kell várt, és... Nem vettünk semmit, persze, semmi más nem vettünk, csak sört, meg kell várt. Egyéről vehettünk volna hagymát is, persze én azért nem szeretek, anyám mindig rám szól, hogyha neki állok vásárolni ilyeneket, mert hogy minek veszem meg, mert ott van, meg csak itt megromlik, meg már egy hagyma, hogy egyébként meg tényleg, mert emlékszem, hogy régen, amikor termeltünk hagymát még a tanyán, az egész télen elállt. Most hazahozzuk a hagymát, berakom a hűtőbe, főleg a fokhagyma. Érted, 2-3 múlva penészedik az egész. Na! De jó volt a percből. Ugye? Az miért nem szereted? A szalonnát miért nem eszed meg néha? Például sült szalonnát kint tábortűz mellett. Mukko csináltam. Nem szeretem. De hát ugyanaz, mint a tekertő. Nem a szalonna. Zsír. Valamiben mégis különbözik. Tavaly anyáddal rendszeresen csináltuk azt, hogy vettünk, hogy hívják? Ipari szalonna, vagy mi? Te most mit melegítesz abba az edénybe? Zsír. Akkor jól, akkor már ezt is tedd bele, hogy valami legyen benne, meg só, itt a só. De finom só. De finom só. Hát ha már nincs üzvé vörös hagyma, akkor legalább fokhagymát fucolok bele jó sokat. Jó van, fucoljad. Fucold a burgonyát, ezt dobnál bele, én nem. Ezt nem akartad kisebbre vágni? Hát ez pont annyi. De miért nem te csinálod, még nem is kés? Az egy ilyen tompa szeptel. Menj már innen! Menj már innen, Benzsó! Mi a helyzet? Nem tudod, hol van a vezetékes füvesen? Amányt a telefonomhoz. A kék? Hát olyan, amilyen Leventinek van, csak fekete. Anya elvitte, vagy mi? Igen, elvitte. Viszont jó, nem találta a saját fülesét. Várj! Az övé, a Panasonic, az meg ott van nálam a bungiban, én most találtam meg a BMW-be. Tehát levettél, mert az már levettél. Nem, az az enyém, amit Szlovákiában használtam. Mi van? Hagyj! Menj már innen! Nem hiszek üles, csáv, nem tenni. Na végre, hova mész? Rétságra megyek biciklivel, tornacipőt lenni, szia! Te ilyen önálló vagy, honnan van pénzed? Tegnap kerestem. Kár, hogy nem vagy még 18 éves, mert hozhatnál sört is. Tegnap kerested? Kivel? Menj, nem. Eltöröd az ujjamat, te normálatlan! Meg is érdemlett, te buzi! De...
Azt tudod, mekkora kés van a kezedben? Tessék, hoztam késeket. Na, hát nekem aztán az nem kell. Ez egy... Va, veszélyes. Tehát rühellem, az meg. Ez igazi... mi ez? Azzal vágtam el az ujjamat. Victorinox? Igen, igen, ez Victorinox. Azzal vágtam el az ujjamat. Emlékszem, mikor azért forgattál csak a... Szia! Ha még egyszer becsapod azt az ajtót, eltöröm a lábadat! Mi a lábával csukja be? Mindegy, valamiért eltöröm. Na, basszus, hányszor eltöröm, kiszakad a keret a helyéből, mindig úgy csukja be. Ó, akkor ezt megpucolom, azt te csinálod azt, jó? Micsoda az ebéd lesz. Nem vagyok te. Normális. Az a baj, hogy még nem elég hideg. Ó, júj. Menj onnan! Beleköptem. Nem is köptél bele. De te igen, mi? Nem köptél bele, biztos vagyok. Mondom, de te igen, mi? Én nem. Bencsó azt mondja, elmegy tornacipőt venni. Te gimnáziumban van tornacipő? Hol megy én most tornacipőt venni? Rétságra. Nem, egy biciklivel. Aha. Hé, nem vidd mellényt. Tudod, láthatóság. Benyámi! Ne kiabálnál. Itt van még. Bencsó! Elmenna. Mindegy. Hát, nem ütik el. Nem, hát fel van ázva. Mitől lenne fel ázva? Nem is esett éjszaka. Két napja szállásság van. Az előbb, előbb. Tegnap mikor vittük a telefont Sós hatjánba? Kiszálltunk. Ön úton mentetek Sós hatjánba? Nem, kiszálltunk az autóból Pisili Benjóval. Iszap. Érted? De ma csütörtök van, az meg kedden volt. Azóta nem esett egy csepp eső se. Tegnap 40 fok meleg volt egész nap. Szerinted mennyi nedvesség van azon a rohadt földsúton azóta? Kimegyek, kiöntök a földre egy pohár vizet, és... És? Ott se volt. Na, és? Nagyot mondtam. Persze. Mindegy. Akkor... Akkor mindegy. Basszus, vedd már le tartalékra, még jobban. Hát bár ott valami serceg a teljesen semmi, a zsír. Ez hagyján, víz is van benne. Minek? Mert benne maradt. Anya, elmosta és én benne maradtam. Ja, nekünk van egy kicsi serpenyőnk, amiben mindig a reggeli tojás sül. Annak van egy nagyon nagy különlegesség annak a pici serpenyőnek. Én ezt nem láttam elmosva körülbelül 3 éve. Tehát azért olyan finom, ami abba készül, mert ugye minden reggel sütünk benne. Tehát hőkezelve van folyamatosan a kis, tehát egy nagyon picike kis tepsi, aranyos. De én soha nem mostam még el. Tudj, és mikor reggel... Tessék? Tudj, az is az enyém. Bármi, hogy kié, adjál már buzításit, de a lényeg az, hogy reggel, mikor kiveszem, mindig ott van egy kis zsír, szalonna, tojás, maradékok benne, ilyesmi. És hát ugye újra sütve van benne, hőkezelve van benne, semmiféle baktérium nem szaporodhat el, de minden reggel használjuk. De én azt még nem láttam el, most van egyszer, de nagyon-nagyon hát az milyen csodálatos, hogy ők is egyszerűen nem kell nyomnom ahhoz, hogy elvágja a hagymát, hanem elég rá engednem a két. Te loptad Hollandiából? Igen. Valamint egy kompet, 4. Hát nem loptam, ezt nekem adták. Sőt, elhozhattam volna még egy sárga nyelűt is, de azt már nem akartam elhozni, nem akartam a bunkulat. Nekem adták. Figyelj már, le kéne majd fedni egyébként. Jó? Akkor fedd le! Én itt vagyok belül. Na, én meg itt vagyok kívül. Na, akkor te fogod lefedni. Tessék, most boldog vagy? Nem a boldogságom miatt, csak szar rájék, te hülye. Veled nem lehet normálisan ebédet főzni. Na hát pont ezért szoktam egyedül főzni. Akkor mi keresett? Eleve, egyébként régen úgy kezdtem neki. Csináltam olyan kajákat, gondold el, hogy én nem izé apróztam, itt húsdalálóba beleraktam a vöröshagymát, meg a fokhagymát is külön, aztán még egy fej fokhagymát a végén, és utána gombát szintén ledaráltam a húsdalálóba, és hát ugye alatta a ledarált szalonna, érted? Tehát nem izé kockára vágott szalonna volt, hogy ledaráltam a szalonnát, és ugye abba pirítottam az egészet össze, és az volt a jó pörkölt alap. Utána beleraktam marhahúst felkockázva, egy kilót. Utána hagytam ugye, hogy kiizzadja magát a hús, kiadja a levét. Utána felöntöttem magamat először vörösborral. Aha. Utána a marhabörköltet. Azt hittem törölt a telefon. Na, remélem, hogy nem hívj engem sem senki. Na, elfogyott. Nincs több, jó van. Belevágtad mindet?
Mondtam neked, hát ha nincs vörös vagy, már legalább fokhagyma legyen. És kockáznál legalább kettő darab paradicsomot bele. Nem kockáztatok. Kockázás? Júj! Tessék! Na, én megeszem. Én is azt teszem, mióta ide jöttünk, azóta ez zavál. Mint a kecske, érted? Parlakvel, azt legyen. Ki kell menni parlakfűjén, mert nagyon kevés van. Látod, nem szoktam itt buzizni, ott a húsdaláló, fölök, mert ez kétfej fokhagyma. Ha fogd a húsdalálót, szedd el, összeleled föl, mennyivel gyorsabban meg vagyok itt, mint az húsdaláloddal, amit sose fogsz elővenni és felszerelni? Én nem főzök, mondtam neked. Én főzök, elő is készülök hozzá. De ez nincs elő készülve. Hát, nem szoktál főzni. Hát, anyád nem engedi. Pedig... Valami oka van neki. Nem tudom, azért, mert ő szeret főzni, ő a háziasszony. Vagy mert minden szart egybe raksz. Hát az biztos. De még az izét, a fakérget is belerakod. Hát nem, hányszor volt, hogy fakéreg volt a teába? Fűzfakéreg. Mi baj van azzal? Egyszer fenyőfakéreg is volt benne. A finom fenyőfa teá. Ah. Akászfa teát is kipróbáltam. Friss akászfa. De miért próbáltuk ki? Nem te próbáltad ki? Hogyha te kipróbáltad... Mert ti vagytok a tesztalany. Figyelj ide, akászfa virágból, akászvirágból csinálnak teát. Akkor akászfából miért nem lehet? Na? De hagyd ma meg, már oda fog így. Hát miért nem zárod el? Hát a balonságot. Só, hogy levet eresszem. Például, megtanítsalak főzni. A sónak mióta van leve? A hagyma eresztem levet, te gyökér. Tessék. Legalább azt is tennám bele, hogy valamennyi valami legyen benne. Sok búzisávot, amit csinálsz az... Én? Miért? Hát éppen én? Már semmit nem csinálok, én sörözök. Na ez a baj. Ez a baj. Rég fölkockázhattad volna a maradék hagymát. Ha bele tudnám tenni. De nem tudom beletenni, mert itt ülsz és iszol, érted? Tessék. Te is innálnád legszívesebben a kevált. De én itt vagyok szivatva, érted a hülyeségeid? Én nem tudok kockázni, mert nincs üzéni. Na, mi? Vágódeszkám. Adj ide ezt a szart. Mi a picsa ez? Most én kockázom? Igen, te. Basszul, hogy meg. Jó életben. Hát az én megoldom így. Én is azon akartam. Na, hát ott ugyanazt csinálod, mint én. Hát mert... Csak egy nem arra mert volt meg, hogyha nem csinálom meg, akkor elkezdesz velem ugatni, mert én egyébként szeretelni szoktam a fokhagymát, nem a bumbum. Már én is. Megváltoztam. Erről eszembe jutott majdnem egy dal. Szerencsére nem jutott eszembe. Még jó. Na. De én nem tudsz inni. Na. Az igaz. Na. Milyen szart? Bele a hús, nem? Hogy? Hát azért adjál már legalább egy 5 percet adjál már neki, amíg megpirul üveges a kintet. A rohadt életben. Meg só, bőségesen só. A fosnök ide, ez az ott van 3-4 méteres kábel. Ott van a kamera megy. Megy egyáltalán a felvétel. Honnan tudjam, hát bekapcsoltad? Mit tudom én, valamit elindítom. Valami megy. Jó, van akkor. Valami megy. Régebben sokkal jobb főzős műsorokat csináltunk, amikor mosogattunk. Mosogattál? Bocsánat, mosogattál? Már rögtön mosogatunk műsor. Ja, mert ugye ott az volt, hogy azért ugattál vele, mert hogy ecettel nem lehet mosogatni, nem a túlva, tehát a zsírtalanító. Én a mai napig így gondolom. De hát a zsírtalanító eleve az ecet. Megint kezdjük? Hát olvasd utána. Olvassál te utána. Én inkább csinálok ugye egy kevát. Én meg pohárból iszok. Egy hülye vagyok én, nem iszok pohárból. Kibarulni! Na jó, ebből se lesz főzős műsor, most érted?
mit nézzünk rajta, hogy billegsz, mint valami szalógalamb, érted? Szalógalamb? Itt a rizik gáztűzsel környékén. Nincs más, amit rám tegyek, mit tegyek még rá? Hát ezt mond zöldfűszer. Zöldfűszer. Vedd elő a fűszertartót, és megmutatom neked. Már. Mert én gazdagon szoktam főzni, érted? Gazdagon fűszerezek. Tessék! Csak megint nincs semmi itthon, mert anyád mindig letilt arról. Menjél az anyád picsájába, baszd meg! Ne iszod a sörömet. Buzi. Akkor meg tudod, bontsál már ki magadnak egy kibaszott sörömet. Ezt mondtam, mennyit vettél? 12-t. Nem is, nincs is ennyi óra egy nap alatt, amennyit te elizod. De én pontosan be tudom lőni, érted? Hogy nekem mennyi, így áll kell rá. Na, tessék! Mert ezzel, na, várj, babérlelé nem kell bele. A paprika, az később fog bele kelleni, amikor megpirult a hús. De nagyon csak ilyen kis ízé. Jaj, láttál már ilyen főzős műsor? Így sóznak, tehát így. Tehát így tartja a kezét, és itt van lent mondjuk a hús, és így a fűszert így. Minek? Látom, érted, hogy ilyen barbecue, meg mit tudom, oda megy föl, és így. Azt mondom, úgy lehet, oda menni ez a bárba, beledobnám a kezébe. Baszki, érted, főzni már normálisan, de buzerány. Na. Figyelj, szívni fog érni a hagyba, valamit jelzed. Csinálni, hát semmi, zárd el akkor addig, vagy dobáld el a hús, most már fűszer papírra. Ezt mondom, hogy semmi egy csípős, ez nem jó. Nátrium benzinát nem kell. Hát ezt mondom, anyád, citromsat, ezt a budit szoktuk takarítani vele, koriander nem ide való. Zselatin se, zselatin nem, babérlevél nem. Ja, ezt mondom anyádnak, hogy hagyd vásároljak már be itt a pillanat papírra. Ez kell, egy kolcsör kell. Na, majd a húsnak lesz vele. Igen. Gyöngyök, nem? Hol van már a majoromnál? Ez az. Majoromnálból tehet bele. Megmondom mennyit. Jó, sokat. Ne, anyád nem szereti. Nem eszi meg, hogy sok van benne. Miért? Én imádom a majoromnál, de ésszel tegyed bele. Tehát nem sokat. Nagyon jó, én nagyon-nagyon szeretem. Főleg az ilyen gyomor kímélő fűszereket. Nagy, a zöld fűszerekkel szok. Tárfony levél. Nem ide való, az levesbe való. Még egy gyomorbajosod? Nem, de például a... Dehogyis. Amióta én rátaláltam a cickafart, nekem semmi bajom nincs egy gyomromnak. Meg ugye szoktam fahéjat simán enni. Ettél már fahéjat úgy magába? Nem. Gyere, kóstold meg, csak így az ujjaddal, mint a só. Ja, de ettem már csípős, tudom. Hát nem is az a lényeg, hogy milyen a hatása. Mi, beállsz tőle, vagy hülye? Akkor nem kérd. Nem. Azt hittem, hogy... Hangulatjavító. Én? Akkor nem adtad? Nagyon erősen van. Adjál! Belerom a borba! Abba szoktak? Egyébként a forradban abba szoktak. Na, ennyi. Akkor rakok bele. Beleöltem az egészet a kevába. Egyiptomban is használták már, mint fűszer növény. Az én beleöltem a kevába. Van ide, van ide. De nem mindet, hülye vagy? De hogy mindet. Annyira imádom az élet, főleg tejbegízen. De még én tejbegíz már rég menetek. Te szoktál lenni tejbegíz? Hát... Ugye? Nem. Na, már ettől is jobban érzi magát az ember. Mondom, már végre valahogy kezd kinézni ez a... Odaég, mi? Odaég. Nem. Jó, hát más nem tudok adni, mert bors sincs itt volna, jól látom. Na, a paradicsomot vágjál, akkor ezt a nagyot vág föl. Ott van, tessék, csináld. A rohadt életben, meg ahogy engem túlátsz. Nem, ahogy meg én vágom föl, érted? Az neked nem fog tetszeni megint. Te főzött, hogy ezt akár te baszod a rezet, nem én. Na jó, hát ezek semmik, ezek a fűszerek. Paprikából kell majd bele egy pöttyi színezni. Na, egy Viktor, én nem vagyok én is. Aha, figyelj már, mert floppy lemezt tartok, de jó, fűszerezni jó. Aha, az hogy elvitte a sörömet? Miért nem csinálod meg a kevát magadnak? Mondtam, hogy én nyugton szeretek írni. Nem itt izé kapkodva. Mi a kapkodás? Én sem vagyok. Mert neked nincs semmi más dolgod, mint tartani a kezedbe a sörös üveget, és néha a szádhoz emelni. Igen. Nincs semmi más dolgod. És ez miért probléma? Azért, mert én ezt nem tehetem meg, mert oda kell rohangálni, fölállni. Szus, amikor szart, itthon vagyok egyedül, vele ez a hülye késsel, na, kirigáljál, akkor én közben tudok sörözni is. Közben. Aha, csak hogy te nem szoktál soha főzni. Soha, mert nem főztem még, mi? Nem. Akár hányszor főzök, anyád mindig... Az nem te voltál, az tévedés volt. Na, adjál meg végén. Nem, mostanában nem szoktam főzni. Egyébként sem. Ne. Anyád mindig azt mondja utána, hogy baromi finom volt. Persze, mert én gazdagon fűszerezek. Igen, csak benne van a kecskének a lába is. Nem, hát én... Még bele van öntve egy liter só, és akkor persze, hogy finom volt. Hát nem szoktam elsózni, én tudom.
én tudok fűszerezni. Uh-huh. Nem olyan buta Jankó vagyok, mint te, érted? Azt se tudod, hogy mi fánterem a főzés. Aha. Kivinnélek a bográcshoz, odaraknám az alapanyagokat, azt se tudnám, melyik oldalról kell megkerülni. Persze. Uh-huh. Főztél már öhönöd például? Öhönöd? Igen. Na, azt tudod, hogy nem tudod. Na, ugye, az bográcsba kell csinálni. Mi? Az a neve, hogy... Öhön. Finom volt? Uh-huh. Állandóan összehasonló. Összetöröm a mozsába. És összevásznak le. Leszitálom, tudod, hogy ne... Már össze is van állva nézve. Ilyen darabosra. És mászik. Nem mászik. Nem érted a poén. Csak színezél a paprikával, mert az ége. Az a jó. Hagyd marja a fejeteket. Mm-mm. Nem a gyomrodat te. Édes paprika, hanem oda ég. Meg hova? Hát ez így nem főzős műsor, mert... Mert semmit nem látsz abból, amit én csinálok. Ugye? Ja. És pedig én vagyok a lényeg mindent. Persze. Kézi kamera jön. Kézi kamera. Kézi kamera. Hát most egyelőre leveszem. Kezembe veszem. És ennyi. Na, akkor bemutatjuk a kevának az elkészítési módját. Jó. Jó. Alapanyagok. Kezdjük az alapanyagokkal. Előkészítés. Vegyél elő egy sört nekem. És bonsd föl nekem. Légy szíves, mert kezembe van. Téged is. Várj, akkor... Mi? Mondom, hogyha leszarlak téged is, meg a sörödet is. Vegyél már elő nekem egy sört, és bonsd fel, légy szíves, meg különben. Semmi közel akkor kell. Addig visszalakom megint a kamerát, jó. Tessék. És megcsinálom magamnak, rendben. Mert ilyen rohadék vagy. Basszus már. Tessék. Mi van, mi a probléma, miben nem tud megbarátkozni? Azzal, hogy nem bontasz nekem sört. Uh-huh. Meg megint ugyanattal. De mi vagyok én valami ócska sörbontó? Vagy mi? Amit így előkapsz a fiókból, és akkor na, puk! És akkor meg visszadobod. Aztán rávágod a fiókot. Jaj, mindjárt behozom a kis állványt. Nem? De? Ne. Ezért szar a vágatlan film. Látod? Nem ásszál ki a kis állványért. Pedig jó lenne. Miért? Mindig gomba vagy. Miért, amikor nem vagyok itt, nem tudsz beszélni? Igen. De én legalább bevallom, hogy én utálok a kamerába egyedül beszélni. Na, most meg itt izé ricsi az alján. Ez a valami. Na, jöhet? Igen, keva. Keva készítése. Lefedett tartalék, ennyi. Van, eresztett már levet? Hű, basszus, hát a főkészítés tésztát is kellett. Hű, basszus. De az ne azon a nagy gázragda tésztát, és azt meg vett kislányra. A teljes edény például simán elrakhatod. Hagyjál végén! Hát az csak... Hol a gyufa? Hát mivel gyújtottál gázt? Hát, mit csinálsz most is? Üsz és iszol. Igen, iszol. Neked ez van, kész. Mert én már nem vezetek, nekem lehet. Ráugrott a tűz. Teljesen más dolgom van. Nem vezetek. Vizet vagy vezet, ön dönt. Amikor vezetek, nem szoktam inni. Ja, ez milyen már, tudod? Amikor vezetek, nem szoktam inni. Amikor iszok, nem szoktam vezetni. Na, anyám nem oda dobja, na mindegy. Ah, úgy utálom ezzel alkalmazkodjál minden más embereknek a hülyeségeihez. Például milyen szóval más emberekről? Szóval dobja a gyufát, miután eléget, meg... Hát azért nem szoktuk a kukába dobni, mert ott van papír benne, na, persze, és persze. Esetleg begyullad a kuka. Esetleg. Na ugye, van benne észszerűség? Van. Maximum kiolvadhat, de nem gyulladhat ki. Na? Na? Az égő gyufa, az kigyullad. De az, ami már egyszer elolt, az nem fog semmi más meggyújtani. Maximum egy másik gyufát, ha pontosan odarakod mellé. De mennyi az esély? Háztartási tüzek már... Háztartási bűnös anyád! Keletkeztek már háztartási... Mi van már keváddal? 29 percnél járunk, és ennél tovább nem nagyon szeretnék menni, míg a kevát megvárom, míg bekevered. Tehát öt keverés rohadt már ebből bele.
és aztán föltettük a polc tetejére. Érleölni. Belepenészedett a maradék két csepp bor, meg a maradék két csepp kóla, és csodálatos idő. Na akkor vázolt fel, hogy miből is áll a keva, mi a lényege, a filozófiája főleg. Várjál ide, megmutatom. Márka kóla, tehát ilyen... Lehető legolcsóbb. Lehető legolcsóbb. És bánki vörös küvé. Küvé! Hát de az van rájó. Igen. Ez nem illetve, bánki. Illetve... Kannás. Tegyünk hozzá bánki. Egy darab halálfejet. Jó? Ezt belefér a kevába? Bele. A halálfej. Meg a fahíró, ne feledkezz meg. Tényleg hangulatövítás. Egyébként... Szegfűszeget is érdemes egyébként, az is ízes, itt nagyon finom. Ezzel kezdek. Meg kell bizonyosodni róla, hogy rendesen el van ez árva. Minek a rövidítése? Nemhogy egy cseppje is oda veszem. Minek a rövidítése a keva? Keverés. Keve. Akkor miért nem keve? Hát melyen keva. Érted? A múltkor, amikor lesz... Oroszi. Amikor lent csónakáztunk, mágneshorgáztunk, emlékszel? Igen, emlékszem. Ott a színpadon fönt voltak ilyen katona hölgyek, és megkóstoltattad velük. Igen. Azt mondták, nem is olyan rossz. Igen. Na nézzük. De úgy, hogy húgy meleg. De, buktasd már bele, ahogy szoktad. Vaj. Az az, úgy csodogjál csak bele. Belé. Így, jó. Én biztos, hogy nem innék belőle valamit. Hát, de már ezt itt a te is éveken keresztül. Mit? Ezeket a szarokat. A fasz. Izét. Én rétságról hozom a rozét. Te gyökér. Ha már bor. Hozod a rozét. De egyébként is nem szeretem a bort, én sört szeretek inni. Mint láthatod is. Ugye? Na nézzük. Ennek ugye nem szabad beleönteni, csak ebből csak 2 liter, mert ez 2,5 liter, a bor is 2 liter. Esetleg azért érdemes beleönteni, hogy több szénsav legyen benne, de így meg az arány már nem 50-50%. Tehát inkább én szoktam hagyni egy kis kólát, és azt kidobom általában. Mert ma önmagában semmit nem ér. Olyan, mintha nem is lenne. De ezt nem tudom most így beleborítani. Ah! De most már bele fog menni, nem tudok mit tenni. De legalább többet iszok. Fahéj. Meg rakjál bele 2 darab szegfűszeget. Jó. Az mit csinál? Szegfűszeg? Szagold meg. De mit tud? Mit okoz? Mit okoz? Valami szédülés, vagy valami? Nem, semmi. Miért akarsz te mindig szédülni, hülye vagy? Nem. Na, ízesítés. Erről filozófáltunk egy énekes úrral. Á, basszus, nem tudom, hol van a szegfű. Keresd meg! Add ide a fahéjat. Hol? Nem tudom, hova tetted. Hova tetted a fahéjat? Te hova tetted? Neked. Akkor meg keresd meg valamelyik dobozba, basszus. Ott van benne. Nem hiszem el. Nem. Ez lesz. Ugye? Mutasd. Féha. Ja, jó hely, jó ár, jó döntés. Egyébként, hogyha már fűszer és szédülés, akkor szerecsendi jó. Van? Nincs, nem szoktam. Az, hogy mondjam, ezt évente csak egyszer szabad használni, mert májkárosító hatása van, de egyébként erősebb, mint a fű. Semmi, belekeverik joghurtba, szoktam néha olvasgatni a dat.hu-n. Hogy kinél milyen hatás váltott ki, de hát ez nagyon erősen, hogy mondjam, májkárosító hatása. Felébe raktam. Jó, nem is kell több. És még 2 darab szegfűszeget keresél gyorsan. Viszont hagyjad állni egy picikét akkor. Hol van? Hol van a szegfűszeg? Na! Ez nem az kerüljön, de nem. Itt lesz. Aj! Tessék! Hát először is szagold majd meg. Jaj, de jól néz ki már ez a... Jó, meg kell sózni, ugye. Először kóstold, utána sózol. Alap. Kóstolunk sózni. Na, először szagold meg a szegfűszeget? Szegfűszag. Igen. Utána fogod érteni, hogy... Például a forradborba szoktak tenni mindig. Na. Én ezt tudod, hogy mire használom? Ha fáj a fogam, akkor a foginyem mellé teszek 2 darabot. Tessék. És hát ez erős fájdalomcsillapító egyrészt, másrészt hát simán... De ki fájdalomcsillapító vagy? Vagy milyen?
nem erős gyulladáscsökkentő és fájdalom. De ha nem okoz semmi tudatmódosítást, akkor minek rakom bele? Hangulatjavító. A fahéj erős hangulati. Kedély állapot. Az fűszer. Na, és akkor végül... Kombinálva okoz. Egy darab jéghalálfej. Aha. Ez már a talpam alatt van, bakker. Aha, nem baj, nem rakok bele lábas. Hát életbe. Lábas. Na, itt hál' Istennek még egy. Hát az így születnek. Aha. Jól van. Mondtam, hogy addig fogom ezt venni, ezt a filmet, amíg a kevát bekeveredik. Benne van. Beleütöttem. A lábas nem akarod betenni? Ami a talpam alatt volt. Egy kis fűszer, tudod? Eltaláltad a nyugat. Lábas volt. Eltaláltad a nyugat. Igen, tényleg. A nyúl meg volt. Miért nem rázott föl? A keva. Ja, ezt a kannát, ezt Kristóftól kaptam. Jó hangja, ugye tetszik. Hozd meg az anyád! Ja, vagy de megijedtem. Na! Jó van. Ki akarom szellőzni? Kell neki a friss levegő. Jaj. Ezt el kell tenni a hűtőbe. Üresen? Üresen. Ezt föl kéne takarítani. Paprikát tettél bele már, ugye? Már tettem bele. Jó. Szivacsal kéne. Vagy nem. De anya azért itt egy másik, ez már kosztott. Én kimegyek innen. Már nem tartalak fel a mosogatás terén. Nem szeretnék útba lenni neked. Basszus, nem itatja föl. Nézd meg. Hát már rohadék kínai törlőrony vagy mi a franc. És nem szívja föl. Konyharuha? Könyharuha. Előbb szívom föl én a kérdéséget, mint a konyharuha. Te szoktál nedvességet felszívni? Hú, azt most nem is tudom, valamelyik nap érdekes dolog történt. Fölszívtál egy kis nedvesség. Nem. Hát kint a bungiba tudod, hogy nyáron milyen meleg szokott lenni. Néha bent 50 fok van. Igen. Nem, de hát ilyen nagyon nagy hőség van ott bent. Aha. És én úgy védekezek ellen, hogy itt a fagyasztóból... Párologtatsz. Nem, fagyasztóból viszek jeges vizet. De szó szerint is ilyen tábla jegek úsznak az üvegben. És akkor tudod, fel vagyok hevülve, iszom a jeges vizet. És valószínűleg megforráztam a tüdőmet. Azon vettem észre magam, hogy egyik este totál elgyengülve jövök be, mondom, mi a bánat van, nem is ittam egész nap semmit. Hogy miért nem tudok én járni. Lefeküdtem, úgy elkezdtem izzadni, érted, mint aki bevett vagy 5 szem kalmopirint, meg tudod, bebugyolálta magát. Szakadt rólam a víz, tiszta víz volt az ágynemű. Semmi, valószínűleg ilyen enyhe tüdőgyulladás, vagy nem tudom mi volt. De át is ment rajtam 4 nap alatt. 4 nap alatt? Kínlódtam vele rendesen, alig kaptam levegőt. De valószínűleg jeges víz miatt. Na mindegy. Hát mert ilyenkor nem fázok meg nyáron, meg nincs semmiféle fertőzés, meg... Hát tudod, lényeg az, hogy hamar átment rajtam. Hosszú a film, 38 perc. Aha! Az nem úgy kell. Nem baj, lesz a nap. Így. Mutatom, így. Na, hagyjuk. Azaz. Hozzalmas. Ha valaki a környezetemben így fog fűszerezni, valószínűleg leütöm a fejét a helyéről. Mert miért nem tudja normálisan megfűszerezni, érted, a kezével? Ja, mint kell ilyen akrobata mutatványokat végezni hozzá. Ja. Meg lólengés, meg érted, ilyen trapéz, meg magas ugrás. Ebbe is kell só. Jaj, de gyönyörűen feloldódott a forró vízben, hogy beletette még egy kicsit. Ja, a tészta, hogyha fő... Ja, azt akartam mondani, hogy közben nem látom, csak a kijelzőt figyelem. Mondani akartam, hogy sót már megvédszi, és a tésztát is. Egyszerűen... Csodálatos vagy. Spagettit csinálok. A jövőbeni feleségednek hatalmas nagy szerencséje lesz, mert a konyha közelében nem engeded. De én engem se. Pizzát rendeltek, mi? Aha.
Te most, hogy megfőzted, rendeljünk egy pizzát. Jó. De látom, megkóstolni, hogyha elcseszted. Most rá kell tenni, nem, el kell keverni a sót. És akkor utána megkóstolom. Utána ráöntöm a paradicsomot. Jó, én meg kikapcsolom, mert... Menjél már akkor innen kifelé, már elindultál háromszor, na! Mi van, megsértődtél? Meg vagy szeppenve? Mi a probléma? Mondjad! Mi a bánatod tárgya? Az én bánatom tárgya, elmondom? Na? Érdekel? Szalok rá! Azt, hogy még mindig itt vagy? Meg, hogy még nem ittál kevált. Igen. De legalább már forra víz. Azt is le kell szűrni, basszus. Basszus már! Bent van a szűrő, vagy kint van nálam? Itt a szűrő. Mert én utoljára sót szitáltam vele. Sót szétáltam. Na, erre rá kell tenni ezt. Ja, egy kis információ. Na. Hát ugye volt a skodálatos autóról a film, aztán jött a rengeteg autószerelő, ez most nem azért mondom, mert csak hát ugye mindenki autószerelő, aztán végül jött hozzánk egy tényleges autószerelő, átnézte alaposan az autót, teljesen csonthibátlan, hát ugye a külső esztétikai hibákat leszámítva, motorikusan gyönyörűen jár, mondta, hogy semmiféle hengerfej, meg semmi, nincs semmi baja neki. Költségmentes autó, annyi, hogy sokat állt a, én is erre tippeltem egyébként, hogy sokat állt a kereskedésben, viszont belefutottunk egy ilyen jogi szarságba, ugye mérne alapon, anya most azt intézi, hát én nem tudom, az előző tulaj leasingelte, és anya kapott valami leasingelő papír, akármilyen papírt, nem tudom, de bement az okmány. Hitelre volt vásárolva az autó, és a hitelt kifizette az előző tulaj. Igen, igen, csak hogy bement anya most átiratni, tegnap átiratni a nevére az autót, amit vett, és mondták neki, hogy nem tudják átírni, mivel hogy se az autókereskedés nem írta át a saját nevére, de a fickó meg a leasing papírt nem írta alá, vagy valami ilyesmi, úgyhogy most fel kellett neki kutatni az előző tulajdonost, és ugye most ment... Nem az előző tulajdonos. Úgyhogy most ment Budapestre találkozni, mivel írja alá a leasing papírt. De azt nem értem, hogy egy autókereskedés, hát nem hiszem, hogy bizományba vették be azt az autót. Egy autókereskedés meg szokta vásárolni a saját nevére, vagy a fene, nem értek hozzá. Nem vagyok autókereskedő, de lényeg az, hogy a fickó nevén van még. Az előző tulajdonos nevén van. Csak onnan hiányzik egy aláírás. Igen? Igen? Na, 42 perc, 50, valahogy még 45-ig most már elmegyünk, jó? Most már legyen 45 perc. Jól van. Addig mondj egy verset. Vége. Tényleg, nem tanultál verset? Általános iskolában... Mindig is süheltem az irodalmat. Az irodalmat, a matematikát, a történelemből a legelején színetös voltam. Aztán... Töltem, hogy jött a drog! Nem egyébként. Utána az se érdekelt már annyira. Aztán végül az egész iskolával úgy voltam, hogy csak legyünk már túl rajta. Mert lényegében semmit nem hasznosítok belőle. Amit most csinálok, annak semmi, de semmi köze nincsen. Az iskolában tanultam. Miért? A paralelogrammel? Blablabla, ki sem bírom mondani, a paralelogrammának nem veszed használt? Nem. Jó, egy kis matekot használok. Például? Összeadás, kivonás. Fejben. Ennyi. De 10 alatti számokról van szó. De az én úgymond szakmám, amiben nem vagyok hivatalosan benne, csak csinálom, az minden, tehát spontán dolgokra alapszik. Te honnan ismersz ilyen szavakat, hogy spontán, meg hogy alapszik? Nem vagyok én egy buta gyerek. Sokat iszok. Na, mit jelent a spontán? Véletlen. Tehát... Véletlenszerű. Nem véletlenszerű. Véletlenszerű. Az is, de hirtelen... Ötlettel. Váratlan eseményekhez gyorsan tudsz alkalmazkodni. Igen. Spontaneitás. Akkor te alkalmazkodó képes vagy? Attól, hogy mihez. Várj, ez most egy állásinterjú lesz. Bakker, még belefér 20 másodperc. 20 másodpercben add elő magad nekem, hogy miért akarlak én fölvenni, vagy miért akarjalak fölvenni. Mi a legjobb? Ne akarjál fölvenni, adj egy sört. Nem adok. Nem, volt a kevár, bekeverve, hagyd békén a sörömet,
mert különben leküldelek gyalog. Nincs is jogsír, úgyhogy... Biciklivel. Az meg elvitte Benjamin. Ez a nyomorul. Ez a... Tudod, hogy egy csomóan úgy hívják Benjamin, mint hogy Benjamin. Miért te a Raimund nevet úgy mondod ki, Raimund? Hát már úgy jön ki, Raimund. Nem. Raimund. Raimundnak ejtik ki. Raimund. Az exploitedet, exploitednek ejtett ki. Anya múltkor most mesélte, pont erről beszéltünk, hogy a Cofidis, te Cofidisnak mondod, és tele van a sörös üveged alja fokhagymahéjjal. Igen. Megtollasodott a söröd. Meg te is. 45 percen túlmentünk viszont, úgyhogy... megfőtt? Nem, hát ezt még hagyom, hogy főjön. Tészta hogyan? Tésztát azt mondom. Na jó, nézzünk bele, hát azért már... Vízbe. Nehogy már, nézzünk bele. Ó, forrásban lévő víz. De múltkor láttam egy ilyen fotót, hogy rakjuk bele forrásban lévő vízbe. A csaj ott áll, ilyen Photoshop, ott áll a kenyeres forrásnál például, mondjuk, és rakja bele a tésztát a forrásban lévő vízbe. Na, de ide ott gőz van, de az ide, azért belenézek ide így. Nagyon undorító vagy. Ugye? Miért nem vágja az olló a tésztás zacskó? Na. Nem bírsz vele, ugye? Se a forrásban lévő vízzel. Nézd már ki! Nyitva az ablak, jól van. Ennyi. Na. De ilyen páró van bent, ezért mondom, ajtót is nyitni kell. Keva. Szava. Szava, keva. Ez mi? Saj? Igen. Jó. Ezt még megnézem. Te, ne! Azt akartam, hogy hagyjál benne, mert ez rengeteg lesz. Levet is sokat adtam ennek, hogy megáztassa a tésztát, mert most rájössz három darab ilyen ekkora húst, és akkor van rajta két csepp vízi paradicsom. Ma! Ez olyan kemény volt, hogy be is szavadtam hirtelen. Megyek volt jóra. Ilyet sose szoktam csinálni. Mi van? Mi van? Te! Én! Mi van? Én! Én! Na. Van kenyértartunk, láttatok már ilyet? Így nyílik. Látod? És én rühellem, mikor reggel fölnyitom. Mit keres a fülpiszka ott a tetején, basszus? Na, az biztos. Kipiszkálta a fülét, úgyhogy föltette. Kicsit, hogy te voltál. Hát hagyjál már békén, én tudom, hogy hol van a szemetes. Meg egyetlen használt. Mutasd. Ez nem használt. Többször használatos. Nem lett ez használva. Újra hasznosítható. Lehet, hogy másra lett használva. Na, dobd már ki, légy szíves. Nem fogom meg. Miért? Mi bajod van? Mi van, ha Benjo fülébe járt? Akkor berakom a te füledbe. Itt már innen dobd már! Berakom a füledbe. Na, ott van, tessék, vedd fel, rakd bele. Ezzel. Persze. Ezzel. Azaz. Úgy vigyázz. Azaz. Na. Ez már nem kell. Jó, de jó, villog a piros. Kezd lemerülni az aksi. Jaj, végre már. Persze, mert 50 percet bír csak. Sajtot le kéne reszelni. Ugye? Csináld. Ne reszeled? Csináld. Cipeld. És a tésztával addig ki fog foglalkozni? Majd te. Én egy dologgal foglalkozom, a sörömmel. Na,